Valamelyik nap kaptam ezt a fanartot, és muszáj bemutatni, hát egyszerűen zseniális. Természetesen én vagyok rajta a legszebb. Sziasztok! Elérkeztünk az utolsó részhez, a 23. egypercesek. Fú, hát igen, rengeteg pálya volt, és már csak 5 van hátra. Érdekes, hogy pont úgy jött ki. Pár hónapja volt, azt hiszem, amikor kértem, hogy ne küldjetek többet, aztán sikerült is leállni vele. Azért párat még kaptam, hát azokról már nem fog készülni videó, de azokat is megnéztem természetesen. Szóval, mert hogy szerettem volna befejezni ezt a sorozatot, tehát mint a végtelenség csinálni, ott a daráló, azt szerintem még egy jó darabig fog menni. Ha túl sok sorozatot csinálok, ugye akkor csak mindenlen lemaradásba leszek, úgyhogy... Meg egyébként is legelőször ezt úgy gondoltam, hogy hát egy ötlet, hogy na küldtök majd pár egyperces pályát, megnézzük, jót nevetünk, vagy sírunk rajtuk, és véget, tehát ilyen egy videós dolog. Aztán csak sorozat lett belőle, látszik ráéreztetek az ízére. Ja, ezután, rész után egyébként még jön egy top 10, azt nem tudom már mondtam-e korábban, de akkor most mondom, hogy azóta már ki van találva, hogy lesz egy top 10, ugye az egypercesekben lévő legjobb 10 pálya szerintem. Ja, az nem tudom mikor lesz, még először is végig kell menni újra az összesen átgondolni. Persze azért nem lesz olyan nehéz döntés, mert ugye a legjobb pályák azok maradandóak voltak. Úgyhogy van pár, ami tuti rajta lesz a listán, amit már most tudok. Na, de ne is húzzuk az időt tovább, hanem azt mondja, Gerplay22 készítette ezt a pályát, és az a címe, hogy az űrzavaros kaland. És indulás. És nem indult a stopper. Most elindult. Miért ezek a stopperrel? Akkor még egyszer. Jó, oké, köszöntő, ezzel lehet kezdeni. Üdvözöllek az űrzavaros kaland című egyperces pályámon, szabályok, fuden ezen olvasható, kalandmódban játsz, abban vagy. Minden más be van állítva, a történet egyszer volt, honnan ott volt egyszer, kezdéshez kattints a következő feladatra, az űrzavaros kaland. Igen, ide. De ötletes. El fogom lopni. Egyébként nincs itt más, úgyhogy. Első szint parkour. De jó. Teleport. Oh! Aki első ugrás teljesítve. Oh! Már fél percnél járunk, sőt, már túl vagyunk rajta. És a sprint helyett a shiftet nyomom. Hát mi simán megnyomasztott. Azt mondja, nem, ez így nem lesz jó. Ki fogsz futni az időből, gyorsan nyom meg a teleportot, ami elvisz ahhoz az órához, amiben meg tudod állítani, az időt siess. Ezt nem hiszem el, elromlott a teleport, és most a világűrben vagy. Tényleg ott voltam, csak... lassan olvasok. Várjunk csak, te az űrben vagy, akkor... Na ez remek, a föld afrikai oldalán landoltál, próbáld meg még egyszer a teleportot. Ötletes, ó, de már lejárt. Sok volt a szöveg, túl sok volt a szöveg. Egyébként eddig tök ötletes, szóval eddig érdekes. Na lássuk, mi van még. Ez nem értem, hogy lehet, most az Antarktiszra kerültél, de várjunk csak, ott van Harry Potter, ajaj. Kérd meg, hogy vigyen el téged az órához. Ötletes pálya, eddig tetszik. Hát most simán leütöm a fejét. Nem lehet. Elvenni tőle van, elvettem a fejét. Mit csináljak a fejével? Csak kidobom akkor oda. Ezt gondolom, atom übertáp sétapát. Vissza gyorsan. Na drága, nem kell. És nem tudom elvenni. Le tudom vetkőztetni, de a pálcát nem tudom tőle elvenni. Nekem a pálca kell. Ne a gatyádat add ide, és a gatyáját adja ide. Na jó, mindegy. Azt mondja, kérd meg. Ne kérdezz, hogy mit keres a szavannak közepén egy óra torony, de siess. Már egy kifutottunk, nem igazi egy perces, de nagyon jó kidolgozott. Hoppa.
Készítette Gerplay 22, sikeresen megállította az időt, köszönöm, hogy kiátszódott a pályámat. Végülis nem is maradt olyan sok az elején, a sok szöveg miatt volt csak hosszú. Jó. Ez szimpatikus volt, ó. Jó indítás az utolsó részre, addig jó. Az utolsó előtti pályát Commandax, vagy Commanda X készítette. Az a címe, hogy 10 másodperces kihívások. Igen, 10 másodperces kihívások. Látom, hogy kreatív vagyok valahol a pályán kívül, úgyhogy... Hát ez egy nagy mínuszpont. Jaj. Csak leborult a telefonom, semmi különleges. Szóval ez egy nagy mínuszpont. Azt tudom, milyen módban legyen kettő. És akkor most indítom az órát. Start. Azt mondja, nyom meg némi információért, igen. Ez lesz az. Üdvözlünk Csabus a játékban, feladatok lesznek, melyeket 10 másodperc alatt kell teljesíteni, gyorsan kell kapcsolni, ez a map nincsen tesztelve, ez egy demo verzió, mindent kiüthetsz és mindent lerakhatsz. Készen állsz, mivel eltek indul, 3, 2, 1, csinálj kenyeret, ötletes. Ha múlva érted, lesz vége a játéknak. Következő pálya betöltése. Tegyél létrát a töltsérbe. És craftolhatok is, vagy csak gyorsan meg kell találnom. Itt van egy... Hol a töltsér? Vesztettél. Nyom meg a neonzöld gombot. Az az, hogy a következő, craftolj egy csillét. Ja, mindent kiüthetek tényleg. Fogalmam sincs, hogy van a csilla receptje. Azt hiszem, 3 vas kell belőle ilyen V-alakba. Mindegy, is lejárt. Állj a nyomólapra. Ja, ott a nyomólap. Ez most ennyi. Megnézem, egyetlen aktiválnia kéne valamit. Aha, ja semmit. Jó, hát ez... Aha, és itt a vége, ide kellett volna gondolom kerülnöm, de... De mit tudom én, ide kellett volna kerülnöm, most itt leszek. Ja, már lejárt, hát 2 perc. Egyébként teljesen ötletes volt, mert ötletes volt, tetszett a pálya. Jó, tele a gond. Ja, igen, hogy nem volt beállítva az eleje, az nagyon nagy gond volt. Remélem, hogy élvezted, köszönöm, hogy végigvitted, készítette, Commandax, én így mondom. A teljes verzió kb. 78 pályát tervezek, és minél többet teljesíteni kell, többet nem állok el. Jó, várom, nagyon kíváncsi vagyok, tetszik ez a szerkezet. Oké, következő. Az utolsó előtti pályát meg kell néznem, Kristóf Mester 007, Gergó 0523 per Lezu Hans készítették. Mert ha ez több név volt, nem vagyok benne biztos. És még nem derült ki a címe, mert csak annyi volt, hogy Word, tehát ilyen alapnév, alapértelmezett. Hát akkor start, na, és megint mellé nyújtam. Jó, most elindítottam. Javítás. Mintha nem az elején lennék. Gyűjts össze 40 vödör vizet, a fél angol táblákra kattintva, majd tedd a dropperbe. Fél angolt? Hát tényleg? Fél angol. Jó. És tényleg 40-et? Ez mi? Sir, van, jó, come on, igen. Jaj, közben megfulladok. Azt mondja, 9-szer, 9003, mindegy. 9003, miért ilyen nehezen olvasom? 9305. Jó. És itt lent van valami? Aha, semmi. De már lejárt. Ez a vízes így nagyon lassú. Ezen is van valami. Te látod azt az... Enmebert, aki buták előtt bújdosik. Nagyon vicces. De én vagyok az. Négy.
És tényleg 40-et mondtam. Jó vagyok. Szeretem ezt a mapot. Abból már kivettem. Aha. Értem én. Hát igen, lehettem volna gyorsabb, de nem voltam. Ez mi? 1 liter water. Javítás. Ez a két helyszín van. Hogy ide rakjam bele, mi? Nem történt semmi, úgyhogy... Javítás. Nem, ennyi. Nem tudom, minek kéne még történnie. Énkor mindig így elbizonytalanítom, hogy nincs egy kiírás, hogy jobb itt a vége. Majd tedd a dropperbe. Én több dropperbe is beraktam, úgyhogy túl teljesítettem. Az utolsó előtti pályát Chris 660 készítette, és az a címe, hogy a gonosz James. Hú, eddig tetszik a pálya. és indítok. Atom über táp, séta, pálca, a gyönyörű. Adjunk neki egy intrót. Atom über táp, séta, pálca. És van nálam egy könyv, a Minden. Történet James MC fejbevágott a házadban, és te elájultál, és a képzeltedben vagy feladat kiszabadulni és megverni James MC-t az atomübertáp sétapálcával. Mindenben van állítva, a pályát készítek, Chris 660. Kezembe is veszem. Lépj a nyomólapra. Fal. Nyom meg, nyom meg. Most előbb verjem meg. Nesze, nesze, nesze. Ó, szét is esett. Jó. Hú, most gonosz ennek, ha mondanék valamit. Hát sziasztok, én James vagyok. Mit fogok ezért kapni? Csabusa, végvitted a pályám demóját, tapsvihar, ez a mániátok, hogy demót csináltok. A darálóba kapod a teljes verziót, okay, hogy az imbórendszeret kiakadjon, és nem lehet kimenni. Sű! Atomüvertáp sétapálca klón, nem is. Atom... Atom áp sétapálca. És az előbb is ez volt? Nem, előbb jól írta. Nem mindig veszem észre. Atom áp sétapálca. Ez biztos csak látszik, hogy máshol ad. A kedvenc bárányom. És végül az utolsó pálya. Készítette Démon, és az a címe, hogy az elvarázsolt könyv. Eddig nagyon izgalmasan hangzik. És most utoljára elindítom az órát. Egy láda. Sok könyv. Azt mondja, mi volt az első? Cumó, valami ilyesminál volt. Cucmó, kézikönyv, feladat, meg egy semmi. Szabályok nincsenek, történet nincs, segítség, minden parancsot, amit a feladatok adnak, a könyvbe ír le. Oké. Okay. Könyv használata, írd be a könyvbe azt, amit a feladat kér. Ha belírtad, amit kér, nyomj rá Done gombra. Oké, okay, feladat, írd le, hogy sajt. És ennyi a pályáit. Oké, okay, akkor hát írjuk le, hogy sajt. Sajt, Done. Ügyes vagy, most írd be, hogy kenyér. Oké. Okay. Kenyér. Jól haladsz. Most valami nehezebbet írd be, hogy macska farka forog körbe. Macska farka forog körbe. Te aztán tudsz? Na de ez biztos nem fog menni. Hát úgyhogy leírta, hogy Alt Gr plusz V úgy menni fog. Ó, közben lejárt, de eddig nagyon izgalmas. Azt mondja, azt hittem végre elrontod, na de majd most megszentségtelníthetetlen serrasra. Szóval, jó, és most nem látszik. És nem tudom újra aktiválni, hogy csináljam. Próbálkozunk meg, szentség, tel, nem, te, na, teleníthetetlen, ségesked, éseitek, étek, ért, na erre nagyon kíváncsi vagyok, nehéz volt, jutalmad írd be, hogy jutalmam,
és elteleportáltam bele a fejembe. És meg... na. Éresen kaptam meg. Parancsok. Néhány parancs. GM01, blokk, kecske. Hát a GM01-et az gondolom mit fog csinálni. Nézzük a blokkot meg a kecskét. Blokk. Kaptam 64-et. Kapok egy kecskét? Jój, kecske. Báránynak álcázott kecske, maradjunk ennyiben. Jó, ez is nagyon jó pálya volt, ötletes volt. És lyukas a fejem. Úgyhogy köszönjük Démonnak, köszönjük a kecskének, illetve köszönjük mindenkinek, aki egy perces pályát küldött. Hány pálya is volt? Most egyébként nem lenne olyan nehéz kiszámolni. Csak nyomás alatt nem megy. Szóval volt ugye 22 rész, az utóbbi 22 részben 5 pálya volt, és az elsőben 7 volt, ha jól emlékszem. 5x20 az ugye elvileg 100, akkor 110, meg ugye az a 7, az 117 pálya volt. Ez igen. Jó, tehát legközelebb kecskével jelentkezünk. nem lesz ott kecske. Legközelebb jelentkezünk a top 10-zel, összeválogatom, hogy nekem mi tetszett a legjobban ebből a 117 pályából. Remélem nem számoltam el, mert különben a kommentek fel erről fog szólni. Szóval lesz egy top 10, igen, mást azt hiszem nem akartam. Sok jó pálya volt, tetszett, élveztem én is ezt a sorozatot, remélem ti is. Ha lesz rá igény, akkor megint csinálunk majd egy ilyen sorozatot, mármint egy ilyen, nem tudom, 10-20 részt. Nem tudom, majd meglátjuk, majd kiderül. Most majd egy másik sorozatba szeretnék belekezdeni. Sőt, igazából elárulom, miért ne árulhatnám el? Tadadadam, exkluzív Csabusa hír, figyelsz kecske! Azt gondoltam, hogy eredetileg a darálót arra készítettem, ugyebár, hogy valahogy segítsem a kalandpálya készítőket, hogy adjak nekik jó ötleteket, szempontokat, hát igazából egy szemlélet. Ugye ezt párszor mondtam, hogy egy szemléletet akartam azon keresztül bemutatni. Hát aztán, ahogy alakultak, ahogy jöttek a részek, ez egy kicsit megváltozott. Inkább már-már azt mondanám, hogy paródia irányba megy át, de én mindig azt mondom, hogy csak szórakoztatóan bemutatom. Kevésbé tanulságos. Mindenképpen tanulságos, tehát simán lehet belőle tanulni, mindenből lehet tanulni. De már nem olyan direkt módon, hogy mit tudom én, hogy ne ír piros szöveggel, mert ugye az a jutalmat például ne ír piros színnel, mert az a tiltó szín, azt inkább zölddel valami pozitívabb színnel írt ki, de ilyesmik nem menj már el, nincsenek. Úgyhogy azt gondoltam, hogy csinálok egy sorozatot, amiben kalandpályát fogok építeni, így fölveszem, ahogy építem a pályát. Ez a fantasy pálya lesz, páran már hallottak róla, akik jobban figyelnek, meg követnek engem. Egy eléggé nagy fantasy pálya. És ahogy haladok rajta, ott útközben fogom mondani, hogy mit miért csinálok. Megpróbálom úgy összevágni, hogy ne legyen nagyon száraz. akiket érdekel a kalandpálya készítése, és szeretnének ilyen trükköket hallani, azoknak tuti nagyon érdekes lesz, ez meg folyton elmegy. Így, kész. Én mindenhol látlak. Úgyhogy az fog majd indulni, majd a top 10 után. Köszönöm még egyszer a pályákat, remélem ti is élveztétek legalább annyira, mint én. Lehet küldeni saját top 10-es listákat akár. Ja. Hát akkor a kézikönyv óvjam. És most megeszem ezt a kecskét.